Édes lesz a magyar dinnye, már mindenütt kapható. Az ára most még duplája a tavainak, de hamarosan már olcsóbb lesz. A termelők elégedettek a minőségével, a vásárlók pedig már nagyon várták, azt mondják, sokkal finomabb, mint az export dinnye. Az időjárás miatt a szezon késett egy hónapot, de emiatt várhatóan szeptember végéig biztosan lesz magyar dinnye. A karcagi piacon már lehet kapni a magyar dinnyéből. Van bőségesen sárga és görög is. Hatalmas kolosszáó dinnyék vannak, 15-20 kilós nem ritka benne. Ennek az ára most jelenleg 400 forint. Vannak ilyen kisebb dinnyejeink, amik 5-6 kilósok, azokat 200 forintért adjuk kilóját. A fauliás dinnyék azok most termettek le, a szabadföldi lehet, hogy Szedett már valaki korábban, de hogy olyan mennyiséget bírjon szedni, amit kereskedelmi forgalomba bír hozni, az ezen a hétvégén lesz, hogy meg százszázalékos éret legyen a dinnye. A dinnye kezdete meghatározó a piac számára. Jelentősen befolyásolja a későbbi árakat és értékesítési lehetőségeket. Ezért is a frissen megjelenő magyar dinnye esetleges pillanatnyi marketingeszközként, vevőcsalogatóként használata negatívan befolyásolja az egész szezont. Idén várhatóan 200 ezer tonnánál több dinnye terem, jelentősen meghaladva tavalyi 158 ezer tonnát. Jó minőségű termés várható. Hát nekem az a tapasztalatom, hogy a nagyobb dinnyék jobb ízőek, ami 10 kg felett van dinnye. A friss szedésű dinnyének zöld a szára, ebbe az időbe körülbelül két hét kell neki, hogy elhervadjon. Aminek el van hervadva a vége, az már körülbelül két hetes szedés. Az elmúlt években nőtt a hazai fogyasztás. Időjárástól és évjárattól függően már 13-15 kg per fő körül mozog az éves fogyasztás, míg 10 éve ez az érték 8-9 kg körül alakult. Televíziónk minden évben felkeresi a karcagi piacon is elérhető fegyverneki dinnye termesztőt. A képeken ő mutatja, honnan tudhatjuk meg, milyen a vásárolni kívánt dinnye. A vásárlók már nagyon várták a hazai gyümölcsöt. A hazai dinnye termés szükségszerű és előremutató reformja keretében jelentős időben és technológiai átrendeződés is zajlik. A termelők az egész országban több szakaszban ültetik és szedik a dinnyét, ezzel tompítva dömpinget, illetve időben kitolva a szezont. Gyakorlatilag idén még szeptember közepén is elérhető lesz a friss hazai dinnya piacon. Meleg van valamennyire, de nem annyira meleg, hogy ráteszem a dinnyére a kezem, és ne állja, hogy úgy átmelegedjen, mint az előző években volt. Szépen lassan érik a dinnye. Kevesebb a dinnye, később kezdődött a dinnye szezon, de ezáltal, hogy később kezdődött, hosszabb is lesz, mert később érnek a dinnyék. A sárga dinnyára az kimagaslóan magas. Rengeteg esőtől nem maradt tartósan elálló a sárga dinje. Ahhoz, hogy egy darab sárga dinnyeit elbírjunk adni, nyolc darabot el kell dobni, mert valami baja van. Az elmúlt években egyre inkább elterjedt a magszegény dinnye is, amire kereslet is mutatkozik. Általánosságban elmondható, hogy a hazai görög dinnye 40% körüli exportra jelentős felvevő piacok a környező országok. Valamint Németország és a Baltikum. Karcagra elsősorban abátszalókról, jászapátiról és fegyvernekről kerül a boltok piacai radinje.